Új vezetőt választottak a polgárőrök, mozgalmas évet zárt a Paksi Képtár. Az Indula Bakterházat állították színpadra Bölcskén. Teremfutással zárták az évet a Tájfutók. Beszámoló a serdülők kézi bajnokságról. Önök a Telepaks keddi híradóját látják, jó estét! Új vezetőt választott rendkívüli közgyűlésén a Paksi Polgárőr Egyesület. Az új elnök Bodóné Raus Mária Magdolna lett, aki a tagság fiatalítását és bővítését tervezi, ezért várnak minden jelentkezőt, aki tenni szeretne a város közbiztonságáért. Fejl József lemondása miatt új vezetőt választott rendkívüli közgyűlésén a Paksi Polgárőr Egyesület. Az új elnök Bodóné Raus Mária Magdolna vagyonőrként dolgozik, az önkéntes szervezet munkáját 10 éve segíti tevékenységével. Nagyon szeretnénk a csapatunkat bővíteni, fiatalítani, sajnos a múlt évben 2 társunkat is elveszítettünk. Most van új jelentkező fiatalok, 2 személy, úgyhogy most nagyon kevesen vagyunk talán. Ha 2 főt hozzátesszük, akkor 14-en, de még lesznek jelentkezők, és többet tudunk vállalni, nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel. Közös szolgálataink is vannak, jelzőfigyelő szolgálatunk, éjszakai járőrözés, akkor rendezvénybiztosítás, sport, mindenbe, amire felkérnek bennünket, vannak visszajelzések, örömmel fogadnak, hogyha látnak bennünket. Kimegyünk területekre, megnézzük az idősebbeket, főleg most télen. A külterületen élők számára biztonságot ad a polgárőrök folyamatos jelenléte, hiszen amellett, hogy segítenek, ha szükséges, például az előforduló fallopások esetén is azonnal felveszik a kapcsolatot a rendőrkapitánysággal. Intézkedés jó, úgy nincsen, de hát azért a rendőrség ott van, és általában csak telefon is, akkor már jönnek is, szóval nincsen probléma. A polgárőrök rendszeresen biztosítják az atomfutás, a sárgadörtéri rendezvények, vagy például a dunakömlődi falunap zavartalanságát. Munkájukat önkéntesen, térítési díj nélkül végzik. A Paksi Polgárőr Egyesület technikailag aránylag elég jó felszerelt, köszönhető ez a városunknak. A megyei polgárőr egyesület támogatását általában úgy van, hogy a szegényebb községek szokják megkapni. Minket, mint gazdagok közé sorolnak, így minket a Paksi város ellát úgy autóval, és hát ők állják a benzinköltséget, ők állnak minden költségünket. A paksi polgárőrök várnak minden csatlakozni szándékozót, aki tenni szeretne városunk közbiztonságáért. Irodájukat a Piac téren találják, de a képernyőn is látható ügyeleti telefonszámuk éjjel-nappal hívható. Látványos kiállítások és különféle múzeumpedagógiai foglalkozások, többek között ezekkel várta a tavalyi év során a látogatókat a képtár. A legtöbb érdeklődőt vonzó tárlat Bak Imre munkáit mutatta be, amit egy kiadvány is kísért. Megközelítőleg 10 000 látogató kereste fel a képtárat a tavalyi év során. Ez a szám az intézmény és a város méretéhez képest a Ludwig Múzeum látogatói számával egyezik meg. 2016-ban többek között komoly retrospektív kiállítással várták az érdeklődőket a létesítménybe, valamint egy Bak Imre tárlattal. Utóbbit keresték fel az év során a legtöbben. Bak Imrénél egy nagyon speciális korszak kiemelést kértem a kurátortól, ugye egészen másképp tekintek egy életműre, meg a téradottságait figyelembe véve itt nagyon egyszerűsítve szeleteket mutattunk be az életműből, és ez egy nagy siker volt. Ehhez készült egy kiadvány is, ami nagy sikert aratott, a legjobban fogyó katalógus volt az utóbbi időben. A tárlatai mellé a képtár különféle múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szervez, az óvodásoktól kezdve egészen a középiskolásokig, ügyelve rá, hogy az elhangzottak kapcsolódjanak az iskolai tananyaghoz. Ilyen volt például a művészet és programsorozatunk, amelyet úgy indítottunk útjára, hogy egy-egy tantárgyhoz kapcsolódóan fizika, történelem, matematika szerveztünk programokat, és ez az előadás sorozat nőtte ki magát, illetve megfogalmazódott az az igény, hogy ne csak az általános iskolásoknak, hanem már akár a középiskolás évei vége felé járó, vagy felnőtt közönségnek is célzott programokat, előadásokat szervezünk. Így született meg a 18 pluszos előadássorozat. A képtár
képtár ezeken felül az év során rengeteg tábort is szervez, főleg az iskolai szünidők ideje alatt. De a munkahelyi kollektíváknak is kínál programot, a Művészet ebédidőben programsorozatot csapatépítő jelleggel indított el az intézmény. A létesítmény idén is várja a már hagyományos programjaira látogatókat, de újdonságokat is terveznek, többek között egy nyári jazzkoncertet. Három nagy arannyal tértek haza a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének tagjai a Temerini Nemzetközi Borversenyről. Ebből kettőt a Fabró Pince, míg egyet Fehér József kapott. A megmérettetésre összesen 630 bort neveztek. A sárgödörtériek 8 gazdától 22 nedűt mérettek meg, valamint a bírálaton is részt vettek. Híradónk rövid hírekkel folytatódik. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Reisinger János irodalomtörténész előadását hallgathatják meg az érdeklődők a Városi Könyvtárban, melynek címe A Magyar Kultúra Gyöngyszeme, a 200 éves Arany János. A program január 23-án, hétfőn, 17 órakor kezdődik. Pető Csilla Lélektánc a Caminón című könyvének a bemutatója lesz Pusztahencsén, a Művelődési Házban. A rendezvény január 18-án lesz, este 6 órakor, a programra a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ünnepi testületi ülés tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat január 19-én 16 órakor. A grémium az első napi rendi pontjaként megemlékezést tart a kitelepítettek napja alkalmából. A magyarországi németek II. Világháború utáni elhurcolásáról és elűzéséről a parlament döntése alapján 2012 óta emlékeznek meg január 19-én. Megtelt a nézőtér a Bölcskei Amatőr Színtársulat legutóbbi előadásán. A társaság ez alkalommal az Indul a Bakterház című darabot mutatta be a falu színház termében. A produkciót eddig minden alkalommal nagy siker övezte. Megérkeztünk. Meglát, még áldani fogsz engem, ami ér ilyen jó helyre szereztelek. Negyedik alkalommal láthatta a közönség a Bölcskei Amatőr Színtársulat Indul a Bakterház című darabját. A társaság már évtizedek óta szórakoztatja a nagy érdeműt. 4 évvel ezelőtt megújult a csapat, jelenleg 10 fő alkotja a társulatot. A mostani előadást közel egy éves munka előzte meg, az olvasópróbák és a szövegtanulás után decemberben tartották a bemutatót. December 2-án és 3-án mutattuk be, illetve november 31-én a gyerekeknek tartottunk egy főpróbát. Ezúton is köszönöm a pedagógusoknak és az iskola igazgatónőjének, hogy ilyen szervezéssel biztosították, hogy 200 gyerek nevetett itt a mi dolgainkon. A társulat előadása nagyon népszerű ismerőseik, barátaik körében, és vidékről is rendszeresen érkeznek nézők. A társulat legfiatalabb tagja, Lóki Dominik, Bendegúzt formálja meg a színpadon. Régóta játszik gyermekszínjátszó csapatban, korábban leginkább háttérszerepeket vállalt, szerény, visszahúzódó természete miatt. Alkalmazkodni a szerephez nehéz volt, mert ilyen kicsit ilyen flegmás, ilyen nem érdekli annyira, inkább a saját ügyét viszi. A Bölcskei Amatőr Színtársulat következő előadását január 21-én láthatja a nagyérdemű Madocsán. Bővebb beszámolót és a színészekkel készült interjút a Paletta című kulturális magazinunkban február 2-án tekinthetik meg. Teremfutással zárta a 2016-os évet a Paksi Sportegyesület tájékozódási futószakosztálya. Az ESZI sportcsarnokban 12 kategóriában hirdettek győztest, majd az évzáró banketten az elmúlt szezont is értékelte Kis Gábor vezetőedző. Immár hagyományosan az ESZI sportcsarnokban teremtájfutással búcsúztatta az előző évet a Paksi Sportegyesület tájékozódási futószakosztálya. A megmérettetésre nem csak a klub versenyzői neveztek, hanem a környékből is érkeztek. Amíg a tájfutók készülöttek, addig Kis Gábor vezetőedző rövid értékelőt tartott. A legeredményesebb évet zártuk a tavalyival, hiszen a bajnoki pontversenyben 11 bajnoki pontot elértünk, és ezzel 24. helyen zártunk az országos
egyesületeknek a rangsorában. Ezt főleg Makovin Dorottyának, Hán Máriusznak, Kovács Karinának köszönhetjük az egyéni versenyszámokat illetően, illetve a csapat versenyszámokba a női 20-as csapatunk Árpi Viktória, Makovin Dorottya, Tinnyei Petra összeállítás és a fiú 14-es kategória, ott egy lányt be kellett vetnünk, Kovács Karina, Hán Máriusz és Aradi Bence összeállítású váltó csapatok hozták az eredményeket. Az említettek közül a jelenleg térdsérülése után lábadozó Makovinyi Dorottya az országos diákolimpián sprint számban harmadik lett, valamint az éjszakai OB negyedik. Az F12-ben induló Hán Máriusz több dobogós helyezést is szerzett 2016-ban, fiatal kora ellenére a normál távú bajnokságot megnyerte, középtávon harmadik lett. Kovács Karina szintén kiválóan teljesített, ők hárman alkotják az egyesület élmezőnyét, velük külön is foglalkozik a vezetőedző. 2010-ben kezdtem, és itt Pakson ugye rendezik a sportág válaszót, és ott találkoztam vele, és ott próbáltam ki, és nagyon megtetszett, és hát itt maradtam. Szeretném most, vagy jövőre már bekerülni a válogatottba, és akkor a válogató versenyeken szeretnék úgy jobban szerepelni. A csoport versenyeket is rendezett, márciusban Bátorpátiban a Kalocsa Elsével közösen a hosszú távú országos bajnokságot bonyolította. A 2017-es tervek között szerepel a 30-35 fős létszám megtartása és a lehető legtöbb dobogós eredmény elérése, így a klub az országos rangsorban is előrébb végezhet. A versenyrendezés tekintetében a Városi Tájfutó Bajnokság és pár megyei verseny szerepel a tervek közt. Az országos serdülő bajnokság 13. fordulójában a paksiak a Bácska fiataljait fogadták vasárnap az Eszi csarnokban. A bravúr elmaradt, a fiúk végül 34-21 arányban vereséget szenvedtek. A 9 csapatos országos serdülő bajnokság 13. fordulójában az 5. helyen álló Paks KSE Paksuli a 2. helyezett Bácska csapatát fogadta. Ez az országos serdülő bajnokság, ez egy régi versenyrendszer, de olyan csapatok szerepelnek zömében, akik NB1, NB1B, NB2-es felnőtt csapattal is rendelkeznek, illetve azok az utánpótlás nevelő klubok, akiknek ebbe a korosztályban van csapataik, és olyan képességű játékosokkal rendelkeznek, akik az országos versenyrendszerben alkalmasak a bajnokságba szerepelni. A csapatunk a 4.-5. helyen áll, 9 fős mezőnyben. Ez az E csoport, ez tulajdonképpen a dél-nyugati régiónak felel meg. Itt Nagykanizsa, Siklós, Szigetvár, Pécs, stb. Csapatokkal mérkőzünk. A tervek az volt, hogy a legjobb 4 közé kerülünk, de valószínű, hogy az nem fog sikerülni az idei bajnokságban. Sajnos a mérkőzésen beigazolódott a papírforma. A vendég bácskaiak a félidőben már magabiztosan 16-9 arányban vezettek, és végül növelve előnyüket 34-21-re legyőzték a házigazda paksuli csapatát. A realitás az alapszakasz után az alsóházi rájátszásban a minél jobb helyezés elérése. Az idei lebonyolításban kiemelték az NB1-es csapatoknak a serdülő csapatait, meg a NEKÁT, a Kézilabda Akadémiát, ők a kiemelt serdülő bajnokságban vannak. Tavalyi folyamán ez nem így volt, a mi csoportunkban volt a NEKÁ-nak 2 csapata is. Ez jelentősen megkönnyítette most a mi dolgunkat. És ugye a rendszer maradt ugyanaz, tehát a csoportunknak az első 4 helyezettjei régiónként körmérkőzés rendszerbe állszanak, és a végén van egy országos bajnok. A jó hír, hogy az országos serdülő bajnokság E csoportjának góllövő listáját 112 találattal a paksi Bóka Tamás vezeti. A csapat legközelebb a 4. helyezett Szigetvárhoz látogat január 19-én, csütörtökön. Éjjel mínusz 6 fok várható, havazás valószínű. Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés várható, havazás előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul. Új vezető edzője van az ASE kosár csapatának, Teo Csizmics személyében. Ezzel foglalkozik most következő sportmagazinunk. További szép estét!